Ez a videó arról szól, hogy a világban megtaláljuk a helyünket. Hol kell nekünk élni magyaroknak? Mert magyarok vannak mindenhol a világon. Amerikától kezdve, akár Japánig, Közép-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Európa, mindenhol vannak magyarok. Mindenhol találunk magyarokat, mindegy, hogy szinte melyik országba megyünk, milyenek vagyunk, és ezért büszkék is kell lenni, hogy mindenhol megtaláljuk a magunkét. És minden esetben, akikkel beszéltem eddig külföldön élő magyarokkal, abban az esetben nagyon fontos az, hogy mindenki kikapalja a saját maga gesztenyét. Szóval minden magyar az nagyon hatékony, sokkal okosabbak, sokkal jobbak a probléma megoldása, mint amerikaiak, vagy a kanadaiak, vagy bárki más. Sokkal jobban feltalálják magukat. Mi a génjeinkben ez benne van, minden magyarnak, és ez nagyon fontos, hogy ugyebár ezen keresztül, mindegy, hogy hol élünk, hogyha megtaláljuk azt az országot, ami számunkra a legjobb, akkor nagyon sok kapu ki tud nyílni. Ezt azért is mondom, mivel nekem is az életemben az idejében van egy ilyen nagyon nagy ilyen change ilyen szempontból, amit majd később a csatornán meg fogok osztani, de egyelőre ez még ilyen árnyékban van, mármint úgy, hogy így a csatornán ezt így nem közöltem külön, viszont én is ezt a lépést meg fogom lépni, hogy én is nagyon sokat foglalkoztam utóbbi fél évben azzal, hogy megvizsgáltam, hogy most vagyok 27 éves, nekem ugyebár még nincs családom, nincs feleség, nincs gyerek, viszont ha lenne, akkor is ugyanígy gondolnám, mivel fontos az, hogy majd ki majd lesz nekem is gyerekem majd, akkor neki mit tudok megadni, és az az ország, ahol élünk, az mit tud nekünk megadni. Szóval mindenki el tudja dönteni, hogy melyik az az ország, ami számára a legmegfelelőbb, a legjobb, viszont az biztos, hogy sok szempontból ezt meg kell ezt a kérdést vizsgálni. Meg kell vizsgálni gazdasági szempontból, akárhogy az az ország az utóbbi 10 évben, 20 évben az mennyire fejlődött, és mennyire is, mekkora fejlődési potenciál van benne. Meg kell abból a szempontból vizsgálni, hogy milyen az iskola rendszer, ugye, hogyha az adott gyermek az majd fog tovább tanulni, vagy középiskolába járni, vagy óvodába, akkor mik a lehetőségek. Mennyi a minimálbér abba az országba, ez is egy fontos dolog, hogy akkor az életszínvonalat is könnyebben be lehet lőni. Mennyire biztonságos az az ország. Szóval, hogy az a biztonság az egy kulcsfontosságú dolog, kevés legyen a bűnözés, a gyilkosságok és így tovább, szóval, hogy tényleg extrém alacsony legyen ez a szám. És ezeket nagyon fontos megnézni mindegyik országból, hogy mik ezek a számok, tele van az internet ilyen statisztikákkal, és azt is, hogy az emberek mennyire kedvesek, hogy milyen hozzáállás, mert milyen emberekkel veszed körül magad, olyan emberre fogsz te is válni. Ha te tele vagy negatív emberekkel, olyan emberek vesznek körül abba az adott faluba, vagy városba, vagy a szomszédságodba, ahol élsz, akkor te is előbb-utóbb olyannál fogsz válni, hogyha barátaid is ilyenek. És ezért nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük magunkat körül, akik persze teljesen másik rész, még a kacsákat is elkaptuk közbe, szóval, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik már valóban hasonlóan gondolkoznak, mint te. Szóval, hogyha te elindultál az önfejlesztés útján, elkezdtél olvasni, fejlesztél magad, elkezdtél vállalkozni, akkor javaslom minden esetben, hogy olyan emberekkel vedd körül magadat, de valószínűleg így is csinálod, aki tényleg ilyen, és hasonlóan gondolkozik, és hasonló céljai vannak, és megy előre. És tényleg motiváljátok egymást, húzzátok előre. Hogyha neked van szarabb napod, akkor ő húz előre. Hogyha neki van szarabb napod, akkor te húz őt előre, vagy ő fog téged előre húzni, szóval oda-vissza kölcsönösen tudjon ez működni. Fontos, hogy egy kapcsolat az mindig arról szóljon, hogy ugyebár te is adsz a másiknak, nem válsz cserébe semmit, de te is tudsz számítani másikra. És ezek az igazán erős, igazán jó kapcsolatok. És ide visszatérve még az országokkal kapcsolatosan, utóbbi időben, ahogy mondtam, nagyon megvizsgáltam, hogy mik azok a lehetőségek, és ami nagyon fontos szempont szintén, az a adózás. Szóval ez is egy másik dolog, amit nagyon sokan nem vesznek figyelembe, és elmennek most Amerikába, elmennek Kanadába, Dániába, ahol a adók azok hatalmasak, szóval nagyon nagyok, még tényleg egy magyarországi viszonylatban is, Magyarországnál is bőven-bőven több adót kell befizetni egy Amerikába. Persze lehet okosan csinálni, ugyebár ha ingatlanokba fektetsz, akkor ugyebár ezt nagyon le lehet redukálni, de nem mindenki akar ingatlanba fektetni, amihez azért elég nagy tőke is kell bizonyos szempontból, nem tudsz már venni, nem tudom, mint részvényt veszel $100 vagy $50, nem tudsz venni, nem tudom, ingatlan $20,000, meg $10,000 se. És ez a része, ez erről szól ez az egész, hogy erre a részét is meg kell vizsgálni. És hogyha
több szempontból megvizsgálod az országokat. Úgy, mint csináltam a részvényelemzős videót, hogy először az osztalékok alapján. De én először nagyon egyszerűen mindig a egyik ilyen szempontból rangsoroltam én saját magamnak az országokat, ami a legfontosabb nálam az adózás. Hogy én fektetek részvényekbe, ugye bár az a részvények után is nagyon nem mindegy, hogy én hány százalékot fogok fizetni. Nagyon nem mindegy, hogy ezen keresztül nem is az, hogy hol vagy ugyebár állampolgár, hanem azt számít, hogy hol élsz. Hol töltötted azt az évet, mert ott vagy adó rezidens, hogy ugyebár 183 napnál tovább többet eltöltöttél, és ebben az esetben ott leszel te adó rezidens abban az adott országban. Úgyhogy abban az adott évben. Szóval, hogyha például te, nem tudom, elmentél Amerikába, és te Amerikából eltöltöttél, nem tudom, 183 napnál tovább, és neked vannak részvényeid, akkor te a következő évben majd adóbevallásodba ezt bele kell tenned, és majd oda Amerikába fogsz fizetni te adót, mivel ott voltál 183 napnál tovább. Úgyhogy ezeket a részeket nagyon fontos megvizsgálni, és én amikor ezt eldöntöttem, megnéztem, melyik országok, amik szóba jöhetnek, értelemszerűen több ország is volt, akkor ebben az esetben nálom az a ország, az lényegében, amit megnéztem, az minden esetben a adózás szempontjából vizsgáltam meg. Ilyen potenciális országok között voltam, hogy például, hogy ha ilyen szigeteket nézünk, akkor a Bahamák, Kajmán szigetek, amik ilyen ugye nagyon-nagyon népszerűk, ugye Kubában is jó lehetőségek vannak, Panama, de az ugye bár ezek na, jóval messze vannak, teljesen más kultúra, teljesen más az egész, és aztán utána ilyen opció lehet például Egyesült Arab Emírség, ugye azon belül is Dubaj, ami most tényleg a világ központja, ilyen lehetőség lehet akár Svájc, Liechtenstein, Luxemburg, vagy akár Írország is nagyon jó lehetőség, Portugália, szintén nagyon-nagyon jó feltételek vannak Portugáliából, szóval vannak olyan opciók, Szlovákiában is amúgy nagyon jók a feltételek, nincs ezzel probléma, de én olyan országot akarok mindenképpen, országot akartam, ami tényleg fejlődik, ami megy előre, és a világ egyik ilyen vezető központja minden szempontból. Szóval van sok ország, például a Szlovákiában a dividend tax az csak 7%, ami a legkisebb Görögországban 5%, utána Szlovákiában 7%, szóval a másik legjobb az egész Unióban. De például, hogyha veszünk egy Írországot, akkor Írországban például Írországból, hogyha fizet dividend taxet, ugye, hogyha ez a osztalék adót fizet, a részvények után az 51%, szóval az nagyon-nagyon-nagyon magas. Viszont cserébe például, hogyha céget csinálsz Írországba, akkor meg a Írországban legkevesebb a corporate tax, ugye, amit fizetsz a nyereséget után, az meg csak 12,5%. Úgyhogy be lehet úgy okosan osztani, hogy akár például a cégedet azt teszed Dublinba, mindegy melyik városba, tehát fővárosba, Dublinba, és azon keresztül pedig a céget az oké, hogy ott tetted be, de hogyha te nem töltesz ott egész évben, élhetsz ott is, vagy élhetsz több helyen is, de lényeg az, hogyha te például, nem tudom, elmész, több időt töltesz Dubajba, vagy Portugáliába, vagy különböző helyeken, ahol szintén nagyon alacsonyak a adók, akkor ugyebár ebben az esetben az osztalékot az keveset fogsz fizetni. Szóval meg kell nézni ezt is, meg kell vizsgálni céges szempontból, és meg kell vizsgálni így magán szempontból, és már nagyon nem mindegy, hogy én magánemberként a részvényem után például, nem tudom, van 100 000 dollár befektetve, akkor azután egy kapnák 5000 dollárt minden évben, ugye, osztalékot, akkor nagyon nem mindegy az, hogy én abból több mint 2500 dollárt le kell adóznom Írországból, vagy csak 7%-ot kell belőle leadóznom, ami ilyen 350 dollár, például Szlovákiába. Szóval nagyon-nagyon nem mindegy, és sok-sok szempontot meg kell vizsgálni, és amúgy lehet találni, itt jön a másik szempont, olyan országokat, ahol a dividend tax az szinte nulla, vagy nagyon-nagyon alacsony, de inkább nulla, és lehet találni olyat, hogy céges szempontból is nagyon-nagyon kedvezők, szinte 0%, vagy például, ha most megnézzük a emírségeket, ugye most bevezetik azt, hogy június 1-től, hogy 9% lesz majd a corporate tax, szóval ha 100 000 dollár profitot csinálsz te például a emírségben lévő cégedben, például Abu Dhabiba vagy Dubajban, vagy ez van a céged, teljesen mindegy, akkor ezen keresztül te lényegében, ha 100 000
százezer profitot csinálsz, amiután amit adózott ugyebár nyereség, akkor ebben az, vagy az, az a profit, amiből kell fizetned ugyebár adót, akkor az a pénz, abból neked 900%-ot kell fizetned. Ez még kérdés, hogy hogy lesz megcsinálva, például, hogy neked ez az összeg, ez még ilyen kérdés, valaki ezt mondja, valaki azt, hogy akkor neked csak a UAE-n belül kell, ugyebár, hogy a országon belül, hogyha üzletelsz, akkor számítódik, vagy akkor is, hogyha külföldre is, például Európa felé, vagy Amerika felé üzletelsz, és oda, onnan vannak neked az ügyfelé. Szóval ez még ilyen kérdés, ez elsőn kiderül, a 900% az biztos, és mindegy, ha melyik rész lesz, de a lényeg, hogy ezzel így tudsz számolni. Szóval sok olyan opció van, vagy például, mint a Kajmán-szigetek, Bahamák, ahol tényleg se magánszemélyként, se cégként nem kell fizetni semmit. Ugyebár ez egy kis sziget, Bahamák az nem, de kis sziget, plusz azt is bele kell venni, ugyebár, hogy a Kajmán-szigetek az most újra felkerült az Európai Uniónak a fekete listájára, hogy ugyebár ez egy fekete listán van, és vannak olyan országok, ahol például Bahamákot is ott volt, most azt hiszem feloldották, szóval ez is ilyen folyamatosan változik, ugyebár egy például emérségekkel ilyen problémád nem lesz, ilyen probléma az emérségekkel nincsen, mivel ott nem lesz a blacklisten, ugyebár mivel alapból le is vannak szerződve, szóval nagyon fontos, a másik, amit ezen belül fontos megnézned, hogyha te országot választasz, vagy ahol el tudod magad képzelni, az, hogy például az a double taxation, ugyebár, hogy ez a kettős adózás, az melyik országban aláírva. Ugyebár Magyarország és Emirátusok között is például alá van írva a kettős adózásról szóló egyezmény, ugyanúgy Szlovákia, és már Szlovákiában nézed ezt a videót, de ezt le lehet ellenőrizni az interneten is, 2017-ben írták alá, Szlovákia, meg a Fico, az akkori elnök írt alá, szóval a lényegében 2017-től van, szóval most már lényegében lassan 6 éve, és ezt nem is bontják fel, ezt a szerződést, és az ezt az egyezményt, és az a lényeg az egésznek, hogyha például Dubajba te ott élsz, és ezen keresztül te ugyebár ott töltöd az időnek a nagy részét az évbe, és neked kell fizetned adót, ugyebár a például osztalékot a részvényét után, akkor mivel ebben az esetben neked Dubajba ott 0%, nem kell fizetned semmit, vagy emulátusokon belül, mindegy, hogy hol vagy, nem kell fizetned semmit, ugye 0%, Szlovákiában az 7% lenne, akkor neked nem kell befizetni Szlovákiába azt az adott adót, mivel van kettős adózásról szóló egyezmény, szóval ezáltal úgymond te már időzéjelben befizetted az Egyesült Arab Emírségekbe, amúgy nem fizetted be, mert amúgy ugye már nem kell fizetned semmit, de hivatalosan úgy veszik, mintha befizetted volna, ugyebár ezáltal, és nem kell fizetned Szlovákiába semmit, szóval ez erről szól, ez a kettős adózásról szóló törvény, és ez egy nagyon fontos rész, hogy melyik országokkal van szerződés, és nem mindegyik országból van szerződése, például a Szlovákiának se, például a Bahamákkal sem sincsenek, ott nincs ez a, van ez a probléma, ugyebár, mert akkor simán megadózhatnak, hogyha több ilyen opció van, ugye, szóval ennek alaposan utána kell nézni, de én is sok-sok országot megvizsgáltam, találtam többet, mondom, ami nagyon-nagyon releváns, például emírség, ugye Írország, Portugália, nagyon-nagyon jó országok, mondom, hogy szigetek azokkal, szigetekkel ez a fekete listás probléma van, meg messze van, meg kicsi, ugye ott nincs nagyon menned hova, van pár dolog, de nem, ott annyi szempontból azt is fontos megnézni, ugye bár a másik szempontokat, hogy hol alacsony ez a bűnözési ráta, meg ezek, ugye bár Kajmán-szigeteken, Bahamákon nagyon-nagyon alacsony, tényleg szinte nincsen minimális a bűnözés, se lopás, se sikkasztás, vagy nem sikkasztás, hanem ilyen se lopás, se gyilkosság, se emberrablás, semmi egyéb ilyen nincsen, ugye. Ugyanez vonatkozik például a emélységekre is, nagyon-nagyon biztonságos, Portugália az már nem annyira, vagy egy Írország is a világ, azt hiszem, hogy 5. legbiztonságosabb országa, szóval Írország is nagyon-nagyon biztonságos, szóval fontos az, hogy megnézed, hogy hova mész a világon, és hol csinálod meg a cégedet, illetve az, hogyha te mész is, akár csak kirándulni is,
De akár, hogyha te hosszú távon gondolkozol, és tényleg azt az országot keresed, ami számodra hosszú távon a legjobb tud lenni, akkor melyik tudja ezeket a szempontokat megnézni. Szóval én azért mondom, mindenképpen a adózás szempontjából érdemes ezt a legjobb megvizsgálni. Most mondtam pár országot, aminek én tényleg részletesen utána néztem, és mindegyik tud különböző hasznos dolgokat, de mindegyik megfelel lényegében a feltételeknek, de tényleg amúgy a legjobb jelenleg, amit én megnéztem, és volna fél évvel kutatom ezt a témát, hogy elmondjam itt a videónak a lényeget, hogy már nézett lassan 15 perce, az mindenképpen Egyesült Arab Emírségek. Szóval jelenleg a világon ez a legjobb ország, ahol te céget csinálhatsz, vagy oda költözhetsz, mint élni. Szóval rengeteg, a 80% a külföldön, ugyebár tele van oroszokkal, illetve tényleg az világ minden pontjáról vannak, jutottak az emberek, két nagyon jó barátom is volt, és tényleg mondta, hogy nagyon teljesen más világ, több volt a Rolls-Royce, mint a különböző ilyen Opel, vagy Suzuki, vagy egyéb ilyen részek, amik például nálunk Magyarországon, Szlovákiában az elég sok van belőle, itt nem az a rész, itt másfajta autók vannak, de nem csak az a lényeg, hanem egy teljesen más világ tud előtted ezáltal kitágulni, úgyhogy meg kell nézni, hogy melyik kinek a legbiztonságosabb, a legjobb minden szempontból, de mondom, amit én kutatásom az utóbbi fél évről szól, ez egyértelműen Egyesült Arab Emírségek, hogyha ezt a biztonságot, illetve ezt a, hogy hol tudod elképzelni az életedet, hol tudsz élni, tényleg 50 éve jött létre Dubaj, ami a sivatag közepén van, de egy hatalmasan fejlődő, tényleg most a világ egyik minden, mind gazdasági, mind kulturális, sok-sok szempontból egy nagyon nagy központ, és ezen keresztül nagyon nagy lehetőség van ebben a városban, ugye minden szempontból tudsz fejlődni, tudsz rengeteg kapcsolatot építeni külföldiekkel is, és mindenki beszél itt tökéletesen az angolt, ugye, úgyhogy, és ha céget csinálsz ott, akkor 2 évre te tudsz kapni vízumot, és ezen keresztül ugyebár 2 évente megint meghosszabbítod a vízumot, és akkor ezen keresztül te simán tudsz ott élni, és az is érdekes, hogy én megnéztem azt, hogy mik a bérlések, és például mennyire tudnál bérelni egy sima egyszer, most egy ilyen egyszobás albéleteket néztem, például egy ilyen Dublinba, ott Írországban ilyen 1000 eurótól kezdődik havonta, szóval Szlovákiában én most ilyen 400 euróért bélem az albéletet, kaja az ott ugyanannyi, de például itt 1000 euró, és lényegében, szóval lényegében dupla, két és félszer annyiba kerül például Dublinba élni, mint például Szlovákiából lakhatás szempontjából. Hogyha megnézzünk egy Dubajt, ami bár egy nagyon, nagyon fejlődő ország, ott meg egy ilyen 1200-1300 euróért, inkább 1300 euróért találsz egy ilyen sima, egyszerű, egyszobás, gyönyörű panorámával lévő, úgyhogy belász gyönyörűen nagy üvegablakokkal lévő apartmant, mert ott mindegyik ilyen, ugye, vagy nem is apartman, hanem egy ilyen egyszobás lakás, az szinte mindegyik ilyen, ugye, már így építkeznek, de gyönyörű, ilyen 1300-ért, ilyen 1700-ért már nagyon-nagyon komolyat azért lehet találni, ami egy személynek tökéletes. Úgyhogy drágább, mint egy Szlovákia, vagy egy Magyarország ilyen szempontból, de kiszámolod, hogy mennyi minden plusz előnyhöz tudsz ezáltal jutni, most mindegy, hogy most Dublin, vagy például egy Dubaj, vagy megnézed Portugáliát, ugye bár ott az élet az nem drága, ott is kicsit drágább az albéletek, ott ilyen 600-700 euróba kerül, ugyanaz, mint Szlovákiában, milyen 400-450 euró, úgyhogy ez is változik, de nagyon meg kell nézni a világ, hogy hova megyünk. Ha te tényleg ilyen 18 éves, vagy 20 éves, vagy 25, vagy 27, mint én, vagy 30-hoz közel vagy te is, akkor ebben az esetben erről nagyon fontos elgondolkoznom, hogy ezt hol tudod elképzelni, hol lesz a legjobb neked, hol lesz a legjobb a családodnak. És ha neked tényleg úgy érzed, hogy Magyarország vagy Szlovákia a legjobb, akkor persze azt kell választani, mindenkinek megvan a saját maga. Ezt a videót ezt azért készítettem el, hogy beolvassalak én is ebbe a részbe, hogy én mikbe gondolkozok. Én ezt az idejében ezt a lépést meg fogom lépni, de mondom, erre majd beszámolok, úgyhogy én már röpülőjét is megvettem, minden egyebet, hogy hova fogok költözni, és számomra ez egy nagyon-nagyon nagy kaland lesz, ebből a szempontból sokat fog adni, sokat fogok tanulni, és sok embert meg fogok tudni ismerni,
Úgyhogy sok olyan ország van a világon, amit a legjobban az emberek tudnak alkalmazni, amiből sok-sok mindent ki tudsz venni abból a szempontból, hogy milyen vállalkozási lehetőségek is vannak, de főleg az, hogy megismered az adott kultúrát, megismered, hogy hogyan üzletelnek ott az emberek, ez tényleg mindennél többet ér, és ez bárhol be tudod majd vezetni a későbbiekbe is. Úgyhogy ezt kell megvizsgálni, remélem hasznos volt a videó, hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!